13. fejezet. Kevés följegyzés maradt hátra azokból a borzalmas időkből. Gyűlölet vihara szaggatta Erdélyországot, és gyűlölet volt az egyetlen törvény. Utcasarkokon, vésztörvényszékek termeiben, kínzó kamrákban a sátán apostolai rikácsolták az új idők tanát: öld a magyart, hogy nyoma se maradjon, és tied lesz Erdély földje örök időkig. Ha akadt is, aki följegyzett titokban egyet s mást, arra is lecsapott a gyűlölködés hamarosan. Otthonából kitelepítették, idegen földre hurcolták, kényszermunkába erőszakolták. És ha puszta életét megismenthette, mindene oda veszett, ami a múlthoz kötözhette volna, fölemelhette volna kissé az új élet szörnyűségeinek sara fölé, reményt öntetett volna a csüggedések keserű poharaiba. Azokról az esztendőkről keveset tudunk, de tudjuk azt, hogy 1946 karácsonyának estéjén két rendőr, akik Brassó városának az utcáin őrizték a rendet, belebotlottak egy különös vénemberbe, aki maradandó nyomot hagyott a lelkükön. Életre szóló nyomot. Havazott azon az estén. Nagy, sűrű pelyhekben hult a karácsonyi hó, és a város utcái némák voltak alatta és sötétek. Az utcalámpák nagy részét még nem javították meg az új gazdák, és csak itt-ott világított szűk, kicsi körben egy-egy sápat villanyégő, amennyire a havazás és a sötétség hagyta. A két rendőr unottan taposta a már majdnem arasznyi puha havat az üres utcákon. Két oldalt rossz kedvűen kuporogtak a házak, mint vakkoldusok, kik nem is várnak már többé semmire. A lefüggönyözött ablakok mögül csak itt-ott szűrődött ki egy-egy didergő fénypászma. Aztán egyszerre csak valami megmozdult előttük a havazásban. Két emberi alak. Állj! Dördölt reájok a rangidős rendőrkatona hangja. A két emberi alak megállt. Villanylámpa kattant az egyik rendőr kezében, és az éles fény belehasított a sötétségbe. Elébb egy magas, szikár, szakállas vénembert világított meg, majd egy tömzsi vállas legényt. Szürke posztóból készült harisnyát, és ködment viseltek mindketten, mint a székelyhegyek lakói, és a fejükön fekete báránybőrkocsmát. Hova mentek? Mordult rájuk az idősebbik rendőr. Műsúrú munescs, felelte a szikár vénember egykedvűen. Nem tudok románul. Romániában vagy, és nem tudsz románul? Kérdezte a rendőr haragosan, és közelebb lépett az öreghez. Társa követte, és belevilágított a vén székely arcába. Szertifikát, mordott rá rendőr, mutasd az igazolványt. Nincs, felelte az öreg egyszerűen. Hova való vagy? Kérdezte a rendőr a maga nyelvén. Ide is. Oda is, mindenüvé, felelte az öreg magyarul. Hát értesz románul, mi? Csattant fel az egyenruhás. Csak beszélni nem akarsz, rohadt paraszt? Maga is ért magyarul, jött a felelet. Lám maga se akar beszélni. A rendőrök le, meglendült az öregember arca felé, de mielőtt elérhette volna, beleütődött valamibe, mintha csak fát ért volna. Felsziszent tőle, és elkáromkodta magát. Botot emelsz rám, vintol vagy csavargó? Tajtékzott haragosan, és keze a pisztolytáskára csapott az övén. Lelőhetnélek, mint egy kutyát, mocskos vén ember. Meg is tenném, ha nem lenne karácsony estéje. De beviszlek az őrsebe, hát bezárlak, mert csavargó vagy. Mindenki más otthon ül ilyenkor, de te csavarogsz, mi? Lopni akarsz, ugye?
És még botot is emelsz rám? Dobd el azt a botot most mindjárt, mert beléd ürítem a pisztolyomat. Vén bangyil disznó. Ömlött szájából a szidás, mint csatornából a szennyvíz. Társa oldalra lépett a villanylámpással, és megvilágította az öreget, a havat is körülötte. Megvilágította a társát is. Botnak nyoma se volt sehol. Hova tetted a botot? Kérdezte gyanakodva. Menjünk, ne pocsékoljuk a szót, szólt rájuk az öreg. Oda igyekszünk mi is a rendőrségre. Menjünk hát! És már indult is, kikerülve az előtte álló rendőrt. Hé! Állj meg! Szólt rá az idősebbik rendőr valamivel csöndesebben. A rendőrségre, azt mondtad? Mi dolgodott? Egy embert keresek, felelte kurtán az öreg, akinek ezredes a rangja és Ungoriano a neve. Gyere, a rendőremben ne vesztegessük az időt, hiszen karácsony estéje van, magad mondtad. A rendőr csak állt ott, legyökeredzve a hóba. Az ezredes? Mi dolgod neked az ezredessel? Üzenetet hoztam neki. Miféle üzenetet? Kitől? Azt csak ő neki mondhatom meg. Gyere, na, ne álljunk itt az utcán, hiszen havazik. Indultak egymás mellett. Mögöttük a fiatalabb rendőr a vállas legénnyel. Bizony havazik, sóhajtott a rendőr. Nehéz ez a szolgálat, öreg. Még havazásban is az utcát kell járnom. Nem szereted a havazást? Mit szeressek benne? Csak nehezíti a dolgomat. Az öreg megállt. Könnyű ezen segíteni, mondta, és fölemelte a két kezét. Hé! Szűnj meg, havazás! Abban a pillanatban valami csodálatos dolog történt. Mesélte a fiatalabbik rendőr még évek múltával is. A havazás megszűnt, mintha késsel vágták volna el. Megvilágosodott a város, és odafönn kigyúltak a csillagok, meg a félhold karéja. Mi ez? Nézett körül döbbenve az idősebbik rendőr. Ki vagy te? Isten embere? Tisztelet volt a hangjában, és ámulat. Mindnyájan Isten emberei vagyunk, felelte csöndesen az öreg. De gyere, mondtam már, hogy üzenetet hoztam az ezredesnek. Mentek az utcán, az egyik utcalámpa alatt hátra nézett a rendőr. Unokád? Bökött ujjával a legény felé. Szolgám és tanítványom, jött a felelet. Tanító vagy? Mit tanítasz? Istent. Haladtak az utcán a csillagos ég alatt, bokáig a hóban. Az egyik legfüggönyözött ablak mögül énekszó szivárgott elő az este csendjébe. Vékonyka gyermekhangok énekelték. Mennyből az angyal. A rendőr ott elől megtorpant hirtelen. Hé, hogy van az, hogy én románul beszélek, és te magyarul? És mégis megértjük egymást, mert én egy szót se tudok magyarul, hallod-e? Ahol én felnőttem, ott Jas mellett nincsenek magyarok, és mégis megértem, amit mondasz. Az öreg elnevette magát a szakáll alatt. Isten dolga ez is, rendőrember. Akik igazat mondanak és jó szándékkal mondják, azok mindig megértik egymást. Mindegy, hogy miféle nyelveket használnak. Na, gyere, menjünk, mert fontos beszédem van az ezredessel. Messzire van még a hivatala? A hivatala az nincs messze, felelt a rendőr, ahogy megindultak újra, de Ungoriano ezredes nem lesz már ott. Odahaza lesz a családjával. Ott is meglelem, ha megmondod, merre lakik.
Mentek újra egy darabot, aztán a rendőr újra megállt egy utca sarkon. Társára nézett, vakarta a fejét, és akadozva kezdte: Isten embere, valamit meg kell mondjak neked. Mondjad. Ez a mi ezredesünk nem ismer Istent. A magyarokat pedig gyűlölik egyetlenül. Agyonver, ha elébe kerülsz. Nézd, ott van a magyar templom, mellette ott a magyar papháza. Jó ember ad neked szállást éjszakára. Erígy és feledd el az ezredest. Az öreg ránézett egyenest a szemébe. Még szikárabbnak és magasabbnak tűnt, mint az előtt, ahogy ott állt a hold sápat fényében. Román ember, te rendőr katona vagy, ugye? Az vagyok hát. Hát az, aki parancsol neked, az parancsolja, hogy erígy ide vagy erígy oda, keresd meg ezt vagy azt. Mit csinálsz, rendőr ember? Teszem, amit parancsolnak, felelte a rendőr. Mert ha nem, na látod, szakította félbe az öreg. Megértettük egymást. Vigyél át az ezredeshez, bárhol is legyen. Mentek az elhagyott utcán. Egy saroknál aztán befordultak balra. Itt van a rendőrség, mondta a román. Nem hiszem, hogy itt van az ezredes, de megnézhetjük. Egy nagy sötét épület kapuja előtt megállt. Ti csak maradjatok itt, mondta az idősebbik rendőr. Mi bemegyünk, szétnézünk. Benyitottak a kapun, és bementek. Elől az idősebbik rendőr, mögötte a fiatalabbik. A fiatalabbik egy pillanata megállt a nyitott kapuban, és hátra nézett. Mögötte kis szűk kövezett udvart lehetett látni egyetlen villany égő sápad fényében, amely egy ajtó mögötti szegről csüngött alá. Az ajtó fölött egyetlen szó állt súlyos betűkkel, románul, az, hogy iroda. Ahogy a havazást megállítottad, hadarta folytott hangon, az nagy dolog volt, Istentől való dolog, de az ezredeshez közel ne menj. Ha Isten van veled, akkor tudnod kell azt is, hogy az ezredessel nem jó beszélni. Eredj haza, amíg lehet. Azzal gyorsan belépett, és bekattantotta maga mögött a kaput. Odakint álltak a kapu előtt a szikár öreg és a tömzsilegény, és jó ideig nem mozdult semmi. Aztán egyszerre csak iszonyú káromkodást támadt odabent. Ordítás, csapkodás, és már jött is kifelé az öregebbik rendőr nagysebesen. Sapkája is elmaradt valahol, az arca veres volt, mint aki pofont kapott egy nagykezű embertől. Fussatok, nagyon dühös az ezredes, ha meglát itt, minden csontotokat összetöri. Fussatok! Visszahúzódott gyorsan a kapu mögé, de mielőtt betehette volna maga mögött, az öregember már bent volt mellette, és szelíden félre nyomta az udból. Ne félj, rendőrember! Aki az üzenetet küldi, az gondoskodik arról is, hogy baj nélkül átadhassuk. Na te csak állj félre, és ha kérdeznek, nem láttál bennünket, érted? Na gyere, Lőrinc, szólt hátra a legénynek. Dolgozz lesz itt neked is. Végigmentek a szűk bekövezett udvaron, és bénnyitottak a villanyégő alatti ajtón. A rendőr még mindig ott állt a kapunál, és bámult utánuk. Az ajtó szűk, homályos folyosóra nyílt. Azon végigmentek, és benyitottak egy irodába, ahonnan a kiabálás és a káromkodás hallatszott. Füllet meleg volt odabent, szivarfüst és pálinka szag. A legtöbb asztal üres volt, mindössze kettő mellett gunnyasztott két megrettent képű tisztviselő, papírosok felé hajolva. Észre se vették őket.
A bal sarokban falhoz lapulva állt az a fiatal rendőr, aki velük jött. Arca ijedt volt, és csak a kezével mert integetni, hogy menjenek ki onnan, menjenek ki. Az öreg csak rámosolygott a szakálla mögül, és ment tovább. A hosszú iroda végében volt még egy ajtó, amögött dohogott, mérgeskedett egy nagy hangú ember. Az öreg az ajtóhoz ment, és onnan visszafordult. Te itt maradsz, morogta oda halkan a legénynek, és ügyelsz arra, hogy ezek itt siketek és vakok maradjanak. Aztán benyitott a belső szobába, belépett, és behúzta maga megett az ajtót. Nagy íróasztal mögött egyenruhás ember ült. Nagy darab bikanézésű ember, rövidre nyírt hajú, düllett szemű. Előtte pálinkás üveg és szíjkorbács az asztalon. Az öreg közelebb lépett hozzá. Te vagy Ungoriánu ezredes? Kérdezte. A rendőrök parancsnoka fölhorkan, mint a vatkan, kit vackában háborgatnak. Kidüllett szemmel rámerett az öregre. Hé, mi, ki vagy te paraszt? Hogy kerültél ide, Stefane Teodore? Ordított az ajtó felé, hogy került ide ez a paraszt? Hiába kiabász, nem hallja meg senki, mondta csöndesen az öreg. De még be se fejezte, már talpon volt a haragos ember, és keze a korbács után nyúlt. Kiverem a szemtelenséget belőle, te büdös paraszt, ordított az öregre. Betolakodsz ide, mint a tied lenne a világ. Ez a tied, nesze! Azzal meglendítette a súlyos korbácsot, hogy a betolakodó arcába csapjon vele. De valamiképpen kicsúszott a markából a korbács, és háta mögé a padlóra esett. Ettől még jobban neki mérgesedett az ezredes. Két hosszú lépéssel megkerült az íróasztalt. Darabokra törlek te, hörögte kidüllett szemekkel. Ökle meglendült a mozdulatlanul, magasra emelt fejjel álló vénember felé, de mielőtt elérte volna, néhány ujjira csak a szigorú szakállas arctól, mintha acélfalba ütközött volna. Nagyot koppantak az ököl csontjai, és az ezredes felordított a fájdalomtól. Arca eltorzult, karja élettelenül csöngött alá. Omlott belőle a káromkodás. Stefane Teodore Nikolaje, bömbölt az ajtó felé. Gyertek már, és lőjétek agyon ezt a gyilkost. Stefane! Hiába sivalkodsz, mint egy megfenekelt gyerek. Te nagy híres kínzó ember, te! Szólt rá szigorúan az öreg, és a hangja hidegen csattant, mint a kard pengéje. Nincs, aki meghallja, fogd be a szádat, és ülj vissza a székedre, beszédem van veled. És mert az ezredes csak áltott, tátott szájjal, kimerett szemmel, megszeppenve, fölemelte a hangját, és szavai csattantak, mint a karikás ostor. Ülj le! Zúzott öklét szorongatva baljával, az ezredes hajlott háttal visszakecmergett az íróasztal mögé, és leült a bőrtámlás irodaszékbe. Te vagy az, akit Ungoriánoknak neveznek? Csattant a kérdés. Én, nyöszörögte babonázottan a nagy darab ember. Neved után magyar vagy, folytatta szigorúan az öreg, és mégis te vagy a leggonoszabb magyar kínzó és magyar gyilkoló ebben az országban. Hogy lehet ez? Csak a nevem Ungoriánu. Nem vagyok magyar, román vagyok, tiltakozott az ezredes. Jaj, ordított föl, jobb karját simogatva a bal kezével. Jaj, akarom! Mit csináltál velem, öreg ember? Ki vagy? Mi vagy? Varázsló vagy? Boszorkánymester?
Mi kell? Pénz? Jaj, mennyi pénz? Igazad beszél, ezredes. Ez kell csak és semmi más. Igazad beszél, mert ha nem, minden hazugsággal új fájdalmat szabadítasz magadra. Megkérdem újra. Magyar vagy? Nem. Jaj, ordított föl a fájdalomtól kimerett szemekkel az ezredes. Igen, igen, magyarnak születtem, Jasiban. Valamikor azt is Jászvárosnak mondták, és magyarok éltek benne, mondta az öreg. Azoktól származol hát, te átkozott gonosztevő, aki a saját fajtádot gyilkolod. Mit tudsz mentségedre mondani az Úristen ítélő széke előtt? Úristen? Mit beszélsz Úristenről? Nincs Isten. Nincs Dumnezeu. Jaj, jaj, a karom, jaj, az oldalam égek belül, jaj! Vonaglat ide-oda a fájdalomtól. Vedd le rólam az átkot, vén ember. Van Isten. Van. Na hát akkor, bolintott elégedetten az öreg, embereld meg magad végre, és ülj vesztek, ne forgolódj ide-oda, és beszélj. Mit tudsz mondani magad védelmére az Úristen ítélő széke előtt? A nagy darab ember feje lehorgott. Néhány pillanatig csönd volt, aztán lassan beszélni kezdett, nehézkesen. Gyermekkoromban a nevem miatt csúfoltak az iskolában. Urgumborgul, puppenkor, bangyil, bangyil, ungoreanu, pupupu. Rossz volt. Meg kellett mutassam nekik, hogy jobb román vagyok, mint a többi együttvéve. Elakadt itt, karját nézte, tapogatta a bal kezével. A karom, nem érzek semmit benne, mozdítani se tudom, mint egy nagy darab fa. Mi lesz velem? Parintje, szent ember, mi lesz velem? Mondd csak tovább, biztatta az öreg. Ki kell jöjjön belőled a méreg, mint a geny a fekéből. Csak úgy gyógyulhatsz meg. Hát beszélj! Hoztak egy magyar családot oda Jasiba, nyöszörögte. Gyümölcskertész volt, vagy valami ilyesmi. Annak volt egy fia, velem egy idős. Hogy megmutassam a többieknek, ki vagyok, iskolaszünetben kint az udvaron, oda mentem ehhez a fiúhoz, elébe álltam, és megkérdeztem, magyar vagy? Az vagyok, felelte a fiú, és egyenesen a szemembe nézett. Úgy vágtam pofon, hogy elesett. Amikor fel akart kelni a földről, az arcába rúgtam. Újra elesett. Vér folyt az orrából a szájába. Mondd azt, hogy román vagy, parancsoltam neki. Akkor már többen álltak ott körülöttünk. Román vagyok, nyögte a magyar fiú. Csókold meg a román földet, parancsoltam, és újra rúgtam egyet beléje. Az megcsókolta a földet. Nyal tisztára a cipőm talpát, bangyil, mondtam, és oda tartottam az orra elé. Ettől egyszerre csak megvadult a magyar fiú. Felordított, mint egy vadállat. Elkapta két kézzel a lábamat, és csavart egyet rajta. Hát, az fájt bokában. Elestem. Ráestem a magyarra. Elkaptam a nyakát, a fejét, és verni kezdtem a földbe. Egy kő hevert ott, abba vertem a fejét. Akkor már csupa vér volt az arca meg a feje. Egyebet se láttam, csak vért. Addig vertem a fejét a kőhöz, amíg eltátotta a száját. Úgy húztak le róla a többiek. Ez volt az első magyar, akit megöltem, parintje. Az iskola megbüntetett érte, de nem nagyon. A többiek, akik az udvaron voltak, azt hallották, hogy a magyar kezdte a verekedést. Büdös románnak nevezett, azt hallották. Hős voltam egyszerre. Román nemzeti hős.
Magam is elhittem már, amit a többiek mondtak, hogy a magyar kezdte. Csak belül valahol éreztem, hogy amit tettem, az rossz volt, és ez az érzés mérgessé tett. Kerestem a verekedést. Ha magyart nem találtam, jó volt a zsidó, a cigány, a német, akárki. Amikor Kodránó jött, oda szegődtem hozzá, és több mint 60 zsidót vertem alára. Emiatt aztán oda kellett, hogy szegődjem a kommunistákhoz, hogy megmeneküljek a zsidók bosszójától. Szekuritáte tisztelettem, ide helyeztettem át magam Erdélybe, és a magyarokat kezdtem verni, papokat, tanítókat, volt urakat, akiket csak a kezembe adtak vallatásra. Bevallottak azok mindent, amit csak parancsoltam nekik. Így lettem ezredes. Elcsuklott benne a szó. Mozgatni próbálta a karját, de nem sikerült. Felnyögött a karom. Parintje, a karom meddig marad így? De az öreg, mintha meg se hallotta volna. Feleséged is van, két gyermeked. Azokat is vered, pedig nem magyarok, nem zsidók. De megbosszantanak, mindenkit verek, aki megbosszant. Téged is, vénember, téged is agyonverlek még ma. Bármiféle varázslat is van veled. Megkötöztetlek az embereimmel, és addig verlek, míg porrá nem töröm minden csontodat. Jaj, a korom! Ordította magát, és egész teste rángatózni kezdett a fájdalomtól. Stefane Todore, mai mondjánó! Üvöltött elkékülve az ajtó felé. Hol az anyátok keservében vagytok? Arca elkékült, egész testében reszketett, de nem tudott mozdulni. Hiába ordítasz, rendőrök, ezredessel szólt rá az öreg. Nem hallja meg senki. Mint ahogy a magyarok ordítását sem hallotta meg senki, amikor verted őket. Papokat vertél, tanítókat, tisztességes, becsületes derék embereket. Az ezredes bal keze lassan kinyúlt az íróasztal fiókja felé, kihúzta a fiókot és belenyúlt. Nehéz szolgálati pisztoly fekete csöve emelkedett az asztallapja felé. A nagy, húsos kéz, amely megmarkolta, reszketett, de a puffat arcon gonosz vigyorgás jelent meg. Megöllek, vén paraszt! Akárki is vagy, vén, bangyil, disznó. Mutatója görbült a pisztoly ravaszán, de lövés nem tördült. Az öreg ember csak álltott, szálfa egyenesen az asztal másik oldalán, és szembenézett az ezredessel. Tekintete kemény volt és jéghideg. Semmire való ember vagy te, Unguriano, mondta halkan kimérten, és a hitvány ember belepusztul a saját hitványságába. Kapkodsz félkezeddel a pisztolyot zárja után? Nincs benne töltés, mi? Isten verte ember vagy te, Unguriano. Dobd el a pisztolyt, dobd el magadtól, mert megégeti kezedet a forró acél. Érzed a tüzét? Leperzseli csontodról a húst. Az ezredes felordított fájdalmában, és eldobta magától a pisztolyt. Csapkodta égett kezét az asztalon, vergődött, nyögött, hab omlott elő a szájából. Ide figyelj, rendőrök ezredese, mondta az öreg, előre hajolva a fájdalomtól vonagló ember felé, és jól figyelj minden szavamra, mert csak egyszer hallod, amit most mondok neked, soha többet. Amit most érzel, ez az égető fájdalom visszatér beléd minden nap pontosan ebben az időben,
és eltart mindaddig, amíg az óramutatója ott fönn a falon egyszer körbejár. Se orvos, se orvosság nem segít rajta. Így rendelte az úr. Csak egyetlen módon szabadulhatsz tőle. Ha minden gonosz tettedet, amit életedben elkövettél, jó cselekedettel fizeted vissza. Odafönt a nagy számadónál föl vagyon róva minden tetted, a rossz is, a jó is. És a rosszért járó büntetést csak a jó törölheti el. Rajtad múlik hát és senki máson, hogy meddig tart a szenvedésed. Azzal megfordult az öreg, az ajtóhoz ment, és kilépett az ezredes irodájából. Lőrinc ott állt még mindig, ahol hagyta volt, két kezét összetéve, maga elé nézve. A rendőrírnokok asztaluk fölé görbedve ültek mozdulatlanul. Mehetünk, mondta az öreg. Kint voltak már a csillagos, hideg ég alatt, amikor megkérdezte a legény. Azok odabent meddig alszanak? Amíg kijutunk a városból, és megtelepszünk éjszakára, Kerekes Mihályéknál odatúl a gyümölcsösök megett. Azon a karácsony estén különös dolog történt a brassói rendőrségen. Az ügyeletes rendőrtisztviselők csak annyit tudtak mondani, hogy végezték a maguk dolgát a külső irodában, amikor az ezredes irodájában nyögést hallottak. Bementek, és hát ott feküdt az ezredes a padlón. Nyögött, vonaglott, csikorgatta a fogát, és láthatólag szörnyűséges fájdalmai voltak. Mentőkocsiba tették nyomban, és vitték a kórházba. A doktorok adtak neki valamiféle csillapítókat, és úgy egy óra múlva megszűnt a fájdalom. Az ezredes hazament, de gyönge volt egész testében, akár az őszi légy. És másnap este 8 óra felé, pontosan ugyanabban az időben, mint az előtte való napon, a rettenetes fájdalmak újra csak visszatértek beléje. Vizsgálták az orvosok, de nem lelték a fájdalmak okát. Egyszerre azután egy jó óra múltával megint csak megszűnt a fájdalom. De az ezredes egészen más ember volt már akkor. Sápadt, mint a halál, és a természetében is úgy megszelídült, hogy nem lehetett ráismerni. Nem szitkozódott, nem káromkodott, csak bement az irodájába reggel, és egy idő múlva behívta egyik bizalmas emberét. Te, Jonica, tegnap előtt este, itt voltál te? Amikor az ezredes elvtárs azt a rohamot kapta, serénykedett Jonica a válaszsal. Én voltam az, aki a mentőket hívta, aki először hívta. De az ezredes nem erre volt kíváncsi. Félbeszakította bizalmasát. Volt itt valaki az irodában, egy öreg paraszt? A rendőrtisztviselő csodálkozva rázta meg a fejét. Nem. Hát hogy is lett volna? Nem engedünk be senkit, csak úgy. Na jól van, Jonica, elmehetsz. De Jonica csak állt az íróasztal előtt. Mikor végezzük a házkutatást annál a magyar papnál? Akarta tudni. Az ezredes néhány pillanatig maga elé bámult. Aztán csak legyintett a kezével. Hát, kár pocsékolni az időt. Hozzuk be a papot, kapott Jonica a szó. Nem, nem, rázta meg gazdája a fejét. Nincs értelme. Odakint összesúgtak a szekuritáte tisztviselői. Valami nem volt rendjén az ezredesükkel. Egy hétre rá mégiscsak behozták hozzá a brassói magyar papot.
iratokat találtak nála az kutatás végzők, amelyek azt bizonyították, hogy a pap összeköttetésben állt az Amerikában működő revizionista magyar szervezetekkel, amely szervezeteknek minden egyes tagja romángyilkoló, háborús bűnös vagy összeesküvő, tanúskodtak a rendőrök. Mit tudsz felhozni mentségedre, pap? Kérdezte az ezredes, anélkül, hogy ordított vagy káromkodott volna. Mindössze 20 bibliát kaptunk ajándékba az amerikai testvéregyháztól. Mentegetőzött a megszeppent pap, de azokat is elkobozták, mindjárt megérkezésük után egy sem maradt nálam. Az ezredes ránézett az előtte fekvő jelentésre. Megírtad ezt Amerikába, mi árulkodtál? De még mindig nem ordított, és a rendőrök, akik behozták a papot, egymásra néztek. Ilyesmi még nem történt. Az észrevehette a pillantásokat, mert az arca, nyaka lassan veresedni kezdett. Csak a testvéregyháznak írtam meg, hogy ne küldjenek többet. Hebegte megrettenve a lelkész, de tovább már nem jutott. Ungurjánu ezredes kirúgta maga alól a széket, felkapta az asztalán heverő szíjostort, és végigvágott vele a szerencsétlen pap arcán olyan erővel, hogy annak arcán azonnal kiserdült a vér. Testvér! Mi? Ordított el magát az ezredes, káromkodásokkal fűszerezve minden szót. Neked még mindig testvéred az átkozott magyar fasiszta disznók csordája oda, hát mi? Tanuld meg, Bangyil, hogy neked csak egy testvéred van, az a román nép, egy apád és ez a szocialista állam, egy anyád és ez a román haza, és ütötte, verte a szerencsétlen papot, amíg az vérezve roskadt össze a padlón. Vigyétek kínen ezt a disznót, üvöltött. Zárjátok a sötét lyukba, és se vizet, se ételt, ne adjatok neki, amíg hason csúszva bocsánatot nem kér a román néptől. Az utolsó szó már alig jött ki a torkán. Megkörbült a háta, szeme kimerett, és tátogott, mint a partra dobott ponty. Csak intett a kezével, hogy vigyék, vigyék el onnan a papot. Beleroskadt a székbe, feje nagyot koppant az asztallapján, és nyögött szörnyűségesen. A rendőrök kivonszolták a papot, s egy altiszt telefonált a mentőkocsiért. Hordágyon vitték ki a fájdalomtól vonagló ezredest. Az orvosok vizsgálták, röntgenezték, és vakarták a fejüket. Telefecskendezték fájdalomcsillapítóval, de nem tudták megmondani, hogy mi baja. Másnap reggel, amikor az ezredes magához tért a kórházi ágyon, sápat volt és rücskös, mint a túlérett alma. Segédtisztjét hivatta. Janica, eresszétek haza azt a magyar papot, érted? Eresszétek haza. Délig még úgy hevert az ágyon, mint aki halálában. Délben aztán egyszerre csak fölült. Az ügyeletes orvos éppen akkor lépett be a szobába, hogy megvizsgálja. Nincs mit vizsgálnod, mordult rá magorván a fiatal orvosra, nincs már semmi bajom. Hazengedték a papot. Adjátok a ruhámat, megyek haza én is. Az orvos és az ápolónő összenéztek. Az orvos vállat vont. Hagyjátok, hadd menjen. Ha visszatér a fájdalma, úgyis itt lesz megint. De a fájdalom nem tért vissza jó hosszú ideig. Ungurjánu ezredes megszelítült, ahogy alantasai suttogták maguk között.
Annyira megszelidült, hogy a Securitate bukaresti központjából kiküldtek Brassóba egy vizsgálóbiztost, hogy nézzen utána, mi történt az ezredessel. Július derekán érkezett meg a vizsgálóbiztos egy szép, langyos nyári napon. A rendőrkocsi már várakozott rá a repülőtéren, és vitte egyenest a parancsnokságra. Az épület előtt néhány borzas hajú fiatal emberből álló tüntetőcsoport fogadta. Táblát tartottak maguk előtt. Halál a magyar árulókra! A tüntetők lelkesedéssel fogadták a Securitate fejesét. Tisztítsuk meg a magunk sorait először, kiáltották néhányan. Váltsátok le Ungureanot! Odabent két magyar tanár kihallgatása folyt, akiket az állam ellen irányuló izgatással vádolt egy román diákcsoport. A vizsgáló biztos szó nélkül bement, leült a terem egyik sarkában, és figyelte a kihallgatás menetét. Egy őszhajú magyar számtantanár állt hátrakötözött kezekkel az ezredes előtt. Bevallod, hogy izgattál a román állam ellen? Kérdezte kimért hangon az ezredes. Nem izgattam senki és semmi ellen, felelte az öreg magyar tanár. Mindössze a román állam alkotmányából idéztem, mely szerint nekünk magyaroknak éppen annyi jogunk van ebben az országban, mint nektek románoknak. Az alkotmányban van ez? Bámult rá az ezredes. Igen, felelte a tanár. De itt az áll, bökött az ezredes az előtte lévő papírosra, hogy te izgattál az államhatalom ellen. Az állam alkotmányához való ragaszkodást nem lehet államellenes izgatásnak nevezni, makacskodott a tanár. Bent a párnázott ajtó mögött nekiesett az ezredesnek. Elment az eszed, Ungureanu, mi ez? Politikai bűnösök kihallgatása? Burzsuá dekadencia, semmi más. Nem békés szomszédok civakodásával állunk itt szemben, hanem halálos ellenséggel, akiket el kell taposnunk, mint a férged. Na de Dumitru lecsóválta Ungureanu a fejét. Becsületes munkában megőszült tanárembereke ezek, nem véreskező összeesküvők. A te dolgod, hogy véreskező összeesküvőket csinálj belőlük, dörtült rá a Securitate kivizsgálója, akiket saját vallomásaik alapján elpusztíthatunk. Tudod te ezt? Mi történt veled, Ungureanu? Te voltál az egyik legalaposabb, legderekabb emberünk. Kiöregedtél? Elfelejtetted, hogy miképpen kell vallatni ezeket a büdös magyarokat, mi? Na gyere csak, én felfrissítem az emlékezetedet. Azzal nagy léptekkel visszadübörgött a vallatóterembe, nyomában a meghökkent ezredessel. Oda dübörgött a megkötözött kezű öreg tanárhoz, és az arcába ordított. Ide figyelj, te átkozott bandyil! Bevallod-e mindjárt, hogy a román állam rendje ellen, a román az a biztonsága ellen és a román nép ellen esküdtetek össze, idegen hatalmakkal cimborálva, he? Vagy azt várod, hogy kiverjen belőled az igazat? Azzal öklével a megkötözött ember arcába sújtott. A tanár megtántorodott, száján és orrán ömleni kezdett a vér, és eldőlt a padlón. A bukaresti odaugrott hozzá, két kézzel belemarkolt őszhajába, és verni kezdte fejét a padlóba, amíg megvéresedett a keze is, meg a padló is. Elengedte az öreg tanár haját, és belerúgott a hasába. Vallani fogsz, kutya, ha a börtön padlóját kell is felsúroljuk veled, ordított elkékült arccal.
majd Ungureanu felé fordult. Rajtad a sor, mutasd meg ezeknek a kutyáknak, hogy mi történik azzal, aki megugatja a románt. Rúgj a belibe, amíg be nem vallja a bűnét. Ungureanu odalépett a földön fekvő véres ábrázatú emberhez, lehajolt hozzá. Mondd már, hogy beismered, amivel vádolnak, morogta a véres arcba. De a tanár csak nyögött a padlón és köpte a vért. Ungureanu, ordított rá Bukaresti, teljesítsd a parancsot, verd a bitang magyart. Az ezredes előtt elsötétült a világ. Kétségbe esett erővel fölkapta a vézna félholtra vert embert a padlóról, és hozzávágta a falhoz. Aztán mielőtt az összeroskodhatott volna újra, ütni kezdte mindkét öklével, ahol csak érte. Ütötte, püfölte neki vadultan, míg egyszerre csak ő maga is megtántorodott. Lépett néhányat hátrafelé, mint a részeg, és összeroskodt a terem közepén. Egy pillanatig néma csönd volt. A rendőrök egymásra néztek. Aztán a szekuritáte kivizsgálója rájuk szólt szárazon. Vigyétek az ezredest az irodájába, és hívjátok a mentőket. Beteg embernek a kórház van a helye. Ki a parancsnok helyettes? Én vagyok, jelentkezett Janica. A bukaresti bólintott. Átveszed a parancsnokságot. A vallatást folytatni kell, amíg be nem vallják bűneiket a gazok, vagy meg nem döglenek. Valami két órával későbben a katonai repülőgép, amelyik a szekuritáte kivizsgálóját vitte vissza Bukarestbe, viharba került a hegyek fölött, és lezuhant. Roncsait és a holttesteket csak napok múltával lelték meg egy bozótos sziklakatlanban, ahova ösvény se vezetett. Két olápakorára katriájuk, akik fenn a gerincen nyúlókat legeltettek. Ezek mondták el a többinek, hogy az egyik halottnak, akiről kiderült, hogy a szekuritáte biztonsági irodáját vezette, olyan volt az arca, amikor rátaláltak, hogy keresztet kellett vetnie annak, aki látta. Mintha csak magával az eleven ördöggel került volna szembe halála percében. De volt ott valami egyéb is, amit a pásztorokon kívül senki se vett észre. A holt ember mellett frissen hántolt bükkfabot hevert kurtabot, alig három arasznyi. Olyasmi, ami erre a juhászok szokták fölróni a fejősök, meddők és a bárányok számát. Rovás volt ezen is, de másféle rovás. Különös, hosszúra nyúló rovás, mintha valami titkos írás lett volna. És mivel azok, akik feljöttek oda, hogy elvigyék a holtakat, és kivizsgálják a szerencsétlenség okát, nem törődtek a furcsa kicsi bottal, így az egyik pakorár magával vitte. Néhány héttel későbben eladta egy fiatal hegymászó turistának, aki a kolozsvári egyetemen tanult, és aki megmutatta az egyik magyar tanárjának. Az felismerte a rovásokban a régi magyar ékírás jeleit, és hamarosan meg is fejtette a jelentését. Ne bántsd a magyart! Ez volt rávésve a hántolt bükkfasarira. Hogy miképpen került a rovásba a holtember mellé, az nem derült ki soha. Valamint az sem, hogy mi okozta a repülőgépvesztét. A magyar verő Ungureanu fél esztendőt töltött a kórházban idegösszeroppanással, legalábbis ennek nevezték a doktorok a baját.
Nyugdíjazták is nyomban, és visszatérhetett Jasiba a maga fajtája közé. Évekkel később egy vándorképkiállítás érkezett Jasiba. Fiatal festők munkáit mutatta be néhány napig. A felesége rávette Ungurjánot, hogy nézzék meg a kiállítást, és ahogy unatkozva jártott a termeket, egyszerre csak földbe gyökeredzett a lába. A falról egyszerű fakeretbe foglalva egy arc nézett le rá, egyenesen a szemébe. Hosszú, fehér hajú, fehér szakálú öreg ember arca. Nézése barátságos volt, jó és szelíd, de a szeme. A szemében volt valami metsző, mint egy acélpenge kékese kifent éle, ami keresztül hatolt rajta egészen a lelkéig. Domnezeu, morogta Ungurjánó megrendülten, és keresztet vetett magára. Mit mondasz? Fordult felé a felesége. Semmit, dadogta az ura. Csak ez a festmény, ez az öreg ember. Jó festmény, nézett oda az asszony is, igazán jó. Tette hozzá elismeréssel, és közelebb lépett a képhez, mintha csak élne. Kifestette. Közel hajolt a képhez, és elolvasta a sarkába rajzolt nevet. Elekes. Soha nem hallottam róla. Azt hiszem, magyar név. De jó kép, akárki festette, és tehetséges. A nap hátra levő részén Ungurjánó úgy járt-kelt, mint egy alvajáró. Megveszem holnap ezt a képet, mondta este a feleségének. Micsoda képet? Hát azt az öreg embert. Jó kép volt, bulintott az asszony, de láttam ott szebbet is. Azt a folyópartot, például a sok virággal. Másnap Ungurjánó elment újra a kiállításra. De a kép már nem volt ott. Megkönnyebbülten sóhajtott föl, aztán megvásárolta a felesége számára a folyópartot a sok virággal. Tizennegyedik fejezet. Azokban az esztendőkben sok szörnyűség szakadt Erdély magyarjaira. Sokat agyonvertek. Voltak, akiket baltával fejeztek le a megvadult oláhok. Nem volt ki útjuk a tája. Ha kiírtjuk a magyarokat mind, milyen lesz Erdély örökre, mondták ki vezéreik a jelszót, és a magyar pusztítás folyt országszerte. Összegyűjtötték a város magyarjait, és vitték le őket a dobrudzsai mocsarak közé csatornát ásni. Helyükbe románokat telepítettek be. Aztán a székely falvaknak estek neki. Vittek embereket kényszermunkára Csordástól. Asszony gyereket csendőrökkel gyötörtek, hogy nevet változtassanak, és románnak vallják magukat népszámlálás idején. A szerencsétlen erdély magyaroknak csak egy mentségük volt, a mindenható kommunista párt, aki idejében megtette, beállt kommunistának, hogy megszabaduljon az agyonveréstől vagy az elhurcolástól. Csikorgatták is az oláhok a fogukat, de ez ellen nem tehettek semmit. Nagy urak voltak Romániában a kommunista vezetők, ott állt megettük az egész Muszka hadsereg. Csak azok számára nem volt segítség, akik a hajdani világban nyíltan emeltek szót a kommunizmus ellen. Földbirtokosok, nagygazdák, papok, kereskedők, hivatalnokok, tisztviselők. Különösen a papoknak estek neki, mert ezekben látták a legveszedelmesebb ellenséget. Ők voltak a nép erősítői, tanácsadói, példamutatói és egybetartói.
a falusi papokon kezdték. Otthonaikat földulták, könyvéket elégették, mint román ellenes propagandát, verték, sanyargatták, börtönről börtönre húzolták őket. Elsőnek a római katolikusok püspöke emel szót a papok védelmében, mire őt is elfogták, börtönbe vetették, megkínozták. A reformátusok, unitáriusok, luteránusok püspökeit megfélemlítették embergyötrő módszereikkel, hogy ne merjenek panaszt tenni idegen országok egyházai felé. Erdély magyarok sírását csak az Úristen hallotta, meg az évszázadokon keresztül hűséggel őrtálló hegyek. És a hegyek között különös dolgok kezdtek történni akkoriban. Ott volt például a kőkápolnai eset. Egy hegyomlások, széltörések, fenyves bozótok közé eldugott sötét sziklakatlan neveztek így az emberek, tovafönt a Kelemen havasok délnyugati részén, alig hanem azért, mert tatártúlások török veszedelmek idején egyik boltozatos nagy barlangját kápolnának használták föl a hegyekbe fölmenekedett népek. Áthatolhatatlan széltörések, megmászhatatlan sziklafalak, tüskés bozótok zárták el ezt a madár se jártakatlan a vadászoktól, erdészektől, és sötét babonás éjszakákon arról suttogtak a havasi legelők pásztortüzei mellett, hogy gonosz szellemek, hazajáró lelkek lakják barlangjait. Az 1940-es esztendők vége felé úgy hír lett, hogy másféle lakói is támadtak odafönt azoknak a sziklaóduknak. Tél idején nyomokat lehetett látni a hóban, és olykor-olykor lövés is dördült valahol napnyugtatáján. Mindenki tudta, hogy emberek bujkáltak arra felé, de senki se beszélt róla. Aztán 1949. novemberében egy fiatal román erdészgyakornok, akit az állam küldött fel a hegyekbe, hogy számon tartsa az erdőkitermeléseket, a frissen hullott hóban valami nyomokat talált a főgerincen. A völgy felől jöttek, és fölfelé tartottak. 8-9 ember lehetett, jelentette az erdészgyakornok a csendőrök őrmesterének, alig hanem vadorzók lehettek. Semmiképpen nem tartozhattak a fadöntők közé, erősködött, mert ellenkező irányba haladtak, nem a kitermelés felé. Az őrmesternek, akit Ó-Romániából helyeztek oda, és így nem ismerte a hegyeket, volt egy Tandafir nevezetű cigány kémje. Ezt a Tandafirt küldte át föl, nézze meg, miféle nyomokról beszél a gyakornok, és ha valóban talál nyomokat, keresse meg, hogy hova vezetnek. Ez a Tandafir 2 teljes napig oda volt, és csak a harmadik napon úgy déltájban vetődött vissza a csendőrőrse. Közben az idő is megváltozott, esőre fordult, ami lemosta gyorsan a hegyekről az őszi avat, kivéve magosan fönt a Pietrasz tetejéről. Alig hanem elmosta az első anyomokat is, és nem talált semmit a cigány, gondolta az őrmester, amikor meglátta emberét cuppogva jönni az őrs felé az útszéli sárban. Meglepődött el, amikor az úgy nyitott be az ajtón, vigyorogva, mint aki jó szerencse farkát hozza a markában. Na, domnó Plutonér, mit adsz a cigányodnak, ha olyan hírt hoz, ami híres nagy embert csinál belőled? Üveg pálinkát kapsz, ha igazat mondasz, pofont, ha hazudsz, felelte az őrmester szárazon. A cigány közelebb lépett, és lehalkította a hangját. Összeesküvés történik odafönt. Nagy összeesküvés. Miféle összeesküvés, hökkent meg az őrmesterettől. Magyar összeesküvés, az hát. Szememmel láttam, fülemmel hallottam, rohadjon le a nyelvem, ha nem igaz. Ott bújtam meg a boróka között, és láttam a grófot, akit halálra ítéltek, de megszökött.
meg egy ezredes is van ott. Hallottam, amikor ezredesnek szólították a többiek. Vannak vagy 40-en is, vagy talán még többen. És ott van velük a vén bangyil paraszt, akit Szentembernek neveznek. A hévízi pap is ott van, aki megszökött a munkából még tavaszon. Sokan vannak, és készülnek valamire. Az őrmester szemei megcsillantak. Dicséretet, kitüntetést, előléptetést látott maga előtt. Áthelyezést valamelyik városba, ahol nem panaszkodik majd az asszony. Benyúlt az asztalfiúba, előkatort egy pakli dohányt, és odalökte a cigánynak. Itt van előlegnek. A pálinkát megkapod majd a végén. Maradj közelben, hogy kéznél légy. A telefon után nyúlt. Add a kapitányt, mondta bele a kagylóba. A cigány ott állt, nézte a pakli dohányt, és rávigyorgott az őrmesterre. Na megállj csak, Domnul Lepluton-ér, mondta Sunyin. Az üvegpálinkát megkapnám akkor is, ha kicsi halat terelek a hálódba. Szökevény munkást, gabona rejtegető parasztot, ilyesmit. De itt nagy halakról van szó, nagyon nagy halakról. Tudod te ezt, Domnul Plutonér? Na jó, kapsz két üveg pálinkát. Szólt rá türelmetlenül az őrmester. Erígy meg. 500 lejt, makacskodott a cigány. De további alkudozása már nem jutott idő, mert az őrmester beleordított a kagylóba. Domnul kapitán! És türelmetlenül intett a cigánynak, hogy kotródjon ki az irodából. Jó, jó, súgta oda a szájából, hord el magad. Aztán újra beleordított a kagylóba. Domnul a kapitán! Itt Bursánó őrmester alázatosan. A cigány vigyorogva ment ki az irodából, és még hallotta félfüllel, hogy az őrmester izgatott szavakkal jelentette felettesének, hogy összeesküvés leplezett le a hegyekben. Másnap kora reggel egy 100 katona érkezett teherkocsikkal a faluba, élükön két hadnaggyal és egy századossal. A járási csendőrkapitány és helybeli őrmestere már várt reájuk a csendőrség előtt, hátuk megett a cigánnyal. Míg a katonák lekászálódtak a teherkocsiról, tisztjeik odagyűltek a csendőrkapitány mellé, ki a kezében lévő térképre mutatott. Az összeesküvők itt vannak megbújva egy sziklás katlamban, mondta fontoskodva. Ha együtt fölmegyünk a főgerincig, és ott elválunk három irányban úgy, hogy az egyik osztag lemegy a patakhoz, és elzárja a katlan torkát, míg a másik kettő két oldalról támadva harapófogóba keríti az embereket. Még egy bolha sem menekül el onnan. A katonák parancsnoka megnézte a térképet és bólintott. Induljunk hát, telik az idő. Cigány, ordult háta megé az őrmester. Mutasd az utat. Dél se volt még, amikor elérték odafönt a főgerincet. Az ég felhős volt, de nem esett. Hideg északi szél sóhogtatta a sötét fenyveseket. A katonák parancsnoka fél órás pihenést rendelt. Emberei ittak a forrásvizéből, leheveredtek a nyírkos gyepre, ettek valamit a magukkal hozott kenyérből, és elszívtak egy kurta szivarkát. Aztán lábra parancsolták őket megint, és indultak tovább a főgerinc mentén északra, szembe a csipősödő széllel. A felhők lassanként megsűrűsödtek fölöttük, és egy idő múlva szitálni kezdett a hó is. Homályba húzódtak a hegyek. Jó, két órás gyaloglás után a cigány megállt az élen. Itt lehet legkönnyebben lemenni a patakhoz, mondta a katonák parancsnokának. Odalent aztán balra kell fordulni, és addig menni a patak mentén, míg elérik a csúnya nagy sziklákat. Itt is egy szikla, odébb is egy szikla, és a kettő között víz csorog alá.
Ha a vizet követik majd fölfelé, odaérnek a barlangok alá. Egy szakasz katona indult is nyomba lefelé. A kapitány a hadnagy fülébe rágta, hogy mit tegyen. Menjen be a katlanba, és ossza szét az embereit kétfelé, elzárva minden lefelé vezető utat. Aztán csak várjon a további parancsig. A szakasz eltűnt, a többiek mentek tovább. Sűrűsödött a havazás. Egy idő múlva a cigányot elől újra megállt. Itt van az első lefutó gerinc, mondta folytott hangon, de az első kiugró sziklánál alább nem érdemes menni. Onnantól le a patakig még a kecske se tud átjönni. Állítsa föl, hadnagy úr, az embereit sorban. Innen addig a szikláig, amiről a cigány beszél, parancsolta a kapitány második hadnagyának. Amikor meghallják a pisztolyom hangját, mindenki indul befelé. Akár csak hajtóvadászattal lennénk, tette hozzá. Valami jó 500 lépés alódébb újra megállt a cigány. Sűrű fenyves volt jobbkész felől, és egy kis lefele vezető mélyedés. A havazás ellenére is látni lehetett a sziklákat alább a fenyők között. Itt van az ösvényük, suttogta a cigány. Az első barlangjuk alig 300 lépésre alattunk. Alább van még 3, de ez itt fent a legnagyobbik. A kapitány fölemelte a kezét, a menet megállt. Todorán őrmester szakasza itt marad velünk, parancsolta folytott hangon. Orosán őrmester megszállja szakaszával a következő lefutó gerincet. Cigány, vezesd az őrmestert. Milyen messzire van? Ja, csak nem messze, 200 lépésnyire. Adunk nektek 15 percet, nézett a kapitány az órájára. Közel kellett hajolon hozzá, hogy láthassa. A sűrű havazás magával hozta már a szürkületet. Aztán már csak egy szakasz katona maradt a két kapitánnyal, meg a két őrmesterrel. Álltak, vártak. Bélestek a fenyők közé, de ott bent már sötét volt. Az egyik katona cigarettára akar gyújtani, de a kapitány folytotta rámordult, dolvelte baram taposra. Megérzik a szagát odalent. Telt az idő. A kapitány karóráját leste. Még 2 perc volna hátra, amikor az egyik katona suttogva megszólalt. Valami mozog odalent. Feszülten figyeltek valamennyien. Ágrecsent a fenyők között. Valaki jön fölfelé az ösvényen. Súgta oda a csendőrkapitány a katonák parancsnokának, és kihúzta tokjából a pisztolyát. Az alacsonyan kúszó felhőkből egyre sűrűbben hullott a hó, alig lehetett már látni tőle. Néha a szél is belekapott a hópelyekbe, megkavarta azokat, és a katonák arcába csapta. Oda néz, suttogta az egyik katona, és bemutatott a fenyve sötétjébe. Valami mozgott ott előttük, közeledett, valami fekete. Aztán megállt. Föl a kezekkel, kiáltott a csendőrkapitány, a fekete alakra, ott a szélső fenyők alatt. Föl a kezekkel, vagy agyonlőlek. A fekete alak ott a behavazott fenyők között horkant egy nagyot, aztán törve zúzva megiramodott visszafelé, ahonnan jött. A csendőrkapitány kezében fölcsattant a pisztoly. Egyszer, kétszer, háromszor. Omlott a hó a fákról. Már csak a csörtetés lehetett hallani lentről. Urszu, urszu, medve, dünnyögte az egyik katona. Porkú, vatkan, vélte egy másik. Néhány pillanatig még csöndben álltak ott. A csörtetés neszét elnyelte a katlan odalent.
Gyerünk, Todorán, mondta őrmesterének a katonák parancsnoka, csatasorba fejlődve lefelé. Aki nem adja meg magát, azt le kell lőni. Én követem az ösvényt, ha van ilyen, ti többiek két oldalt csatasorban. A mozgás. Belépve a fenyők közé, ahol fél perccel azelőtt a fekete alak mozgott, valóban látni lehetett valami csapásfélét lefelé kanyarogni a sziklák közé. A katonák parancsnoka, a csendőrkapitány meg a csendőrőrmester a csapást próbálták követni egymás nyomába lépve. Két oldalt recseget ropogott az erdő, ahogy a katonák vaktába belevetették magukat a sűrűbe. Néhány lépés után meredekké vált a lejtő. Sziklákon kellett átbukdácsolni. Valaki elesett és káromkodott, mások is káromkodtak, valakinek a kezében elsült a puska, és valami 50 lépéssel odébb az egyik katona elordította magát. Vágyja, minye! Meglőttek a bandyilok, segítsetek, frátyék, segítsetek! Balra lent is eltördült egy lövés után a második, harmadik, negyedik. De ekkor már szóltak a pusák a jobb hegy oldalon is, majd lent az ajban valóságos sortűz rapogott. Golyók csattantak a sziklákon, és félre pattanva sivítottak tova a katlan fölött. Nagyobb erővel állunk szemben, mint gondoltuk volna, hadarta a katonák parancsnoka megdömbölve. Todorán, Todorán, küldj két embert Oltánó hadnagy szakaszához, és kettőt Orosán őrmesterhez. Vonuljanak vissza a főgerincre. Átcsoportosítunk, és úgy vesszük fel a harcot. Mindenki vissza a gerincre. Még egy kis ideig ropogtak a puskák a katlan oldalaiban, meg odalent a gödör alján. Aztán egyszerre csak csönd lett. Mély csönd. A két kapitány, meg a csendőr őrmester lihegve tértek vissza a gerincre. Valahol a közelben egy ember nyögött. Valaki megsebesült? Kérdezte a katonák parancsnoka a sűrűségből elővánszorgó embereitől. Mitrunak ellőtték a lábát, jelentette az egyik katona, és egy másik hozzátette, Daszkáló pedig bezuhant a sziklák közé, és csúnyán összetörte magát. Most hozzák ki. Időbe telt, még három szakasz összegyűlt. Végre a főgerincen. Hét sebesültet hoztak elő az erdőből, meg egy halottat. Ezt a homloka közepén írt egy eltévedt golyó. A sebesültek közül csak kettő kapott lövést. A többi lábát, karját vagy bordáit törte a sziklák között a sötétben. A havazás még sűrűbb volt. Tíz lépésnyire már alig lehetett látni. A katonák kapitánya megnézte a karóráját. Fél öt volt. Fél óra múlva sötét lesz, mint a medve farka alatt, mondta a hadnagyának meg őrmestereinek. Ennyi időnk van, hogy hírt adjunk Bolcsánu szakaszának odalent. Valakinek le kell mennie hozzá. Hol az a cigány? Egyedül ő ismeri ezeket az átkozott erdőket. De hiába szólították, hiába keresték, a cigány nem volt sehol. Elszaladtak az ember, káromkodott a parancsnok. Hol a helybeli csendőrőrmester? Itt vagyok. Ismered te itt a járást? Életemben nem voltam ide fönn, dónokapitán. Az ördög vinne el. Végül is a kapitán saját maga felkapaszkodott az egyik sziklára, és onnan ordítozott alá a völgybe. Moj bolcsánó, moj! A harmadik ordításra válasz is jött valahonnan lentről. Gyere fel a gerincre! Üvöltötte kapitánya parancsot a behavazott katlanba, és azzal indította is embereit visszafelé, a nagy legelő tisztás felé. Odaérve szétküldték a katonákat fát gyűjteni,
és nagy nehezen tüzeket is gyújtottak mindenfelé, hogy az emberek legalább melegen tarthassák magukat éjszakára. Mire a hatodik tűz is fellángolt, a fekete éjszakából előbb allagtak holtfáradtan Belcsánó emberei is. Veletek van a cigány? Kérdezte a kapitány. Nincs, hogy a varjak tépjék le minden csontjáról a húst. Vesztesség, Belcsánó! Az egyik kápláron kivicamította a bokáját, elcsúszott a sziklán. Nehéz éjszakájuk volt a tiszteknek és katonáknak is odafent. Nem voltak felkészülve táborozásra. Minden készlet lemaradt a teherkocsikon. A tisztek behúzódtak az egyetlen épületbe, egy dületező kunyhóba, amiben nyár idején a csordapásztorok éjszakáztak. A legénység 2 tucatnyi tűz körül hevert el a hóban. Ennivalójuk javát is megették már a déli pihenés során, mert az volt a terv, hogy éjszakára már lent lesznek a faluban, foglyaikkal együtt. Havazott egész éjszaka. Hajnalban azonban megcsípősödött a szél, és megritkultak a fellegek is. Elállt a havazás, és fagy ereszkedett alá a hegyekre. Napkeltekor vakított a világ. Bokán felül írt a hó. A parancsnok lábra ordította az embereit. 20 ember elviszi a holtat meg a sebesülteket, hangzott a parancs. A többi 5 perc alatt menetre készen álljon élesre töltött fegyverrel. Visszamegyünk a bangyildisznók búvóhelyére, és kifüstöljük őket barlangjaikból. Mozgást támadt az emberek között. Mit eszünk? Havat? Dünnyögték itt is, ott is. A bangyilok barlangjaiban lesz elég ennivaló, dörrend rájuk a kapitány. Amit elvesztek tőlük, az mind a tiétek. Na, mozgás! A napvakító korongja alig emelkedett egy újnyira a keleti gerincek fagyott hullámai felé, és már ott voltak újra a sziklakatlannál. Hót akarta az esti nyomokat. Hó ült a rossz kedvű fenyők bozontoságain is. Hol az ösvény? Mordult a kapitány. De hiába meresztették a szemüket, nem volt ösvény sehol. Összehajoltak a hóval terhelt fiatal fenyők a gerinc mentén, mint akik titkot rejtegetnek. Káromkodott a kapitány kegyetlenül, és kergette embereit be a behavazott erdőbe ösvényt keresni. Egyszerre csak valamelyikük elordította magát odabent. Vágyja, minye, vágyja, sőt is kifelé, úgyhogy porzott megette a hó. Mit láttál, medvét? Kérdezte az egyik szakaszvezető. Akasztott embert, lihegte a megrettent katona. Vágyja, minye, akasztott embert látni, nagy baj, a nagyanyám mondta. A kapitány is odaszaladt a kiáltozásra, és előhúzta a pisztolyát. Vezess oda, te! Förmett a jaj veszékedő katonára, és ha hazudtál, olyan bajban leszel, hogy még a nagyanyád nagyanyja se látott olyat. De nem hazudott az ember. Bent, a szálerdőben, ahol ritkulni kezdett a fenyves, hogy helyet adjon az ormótlan sziklának, egy magányos vén bükfa ágáról emberi alak csüngött, nyelve kilógott, és fekete volt a képe akár az ördögnek. Vágjátok le, parancsolta a kapitány. A szakaszvezető kiúzta a kését, és odalépett az akasztott emberhez. Nicsak. Nicsak a cigány. Valóban a cigány volt. Kender kötéllel a nyakában. A szakaszvezető megvizsgálta a kötelet.
Csőrben készült kötél, szólt oda halkan a kapitánynak, nem gyárból való, gazdák készítettek ilyesmit Kenderből a régi világban. A kapitány oda kiáltotta magához a csendőrök őrmesterét. A te cigányod, mondta, és a hóban elnyúló holttestre mutatott. Láttál nála kötelet? Az őrmester megrázta a fejét, nem volt nála kötél, csak ez a kis tarisznya csüngött a vállán, ami most is ott van. Nem is fért volna bele ez a kötél. A magyarok gyilkolták meg, mondta ki a kapitány az ítéletet. Na gyerünk, itt kell még legyenek valahol ezekben a barlangokban, amikről a cigány beszélt. Rajvonalba fejlődve, lefelé, adta ki a parancsot. Az első barlangra mindjárt ott bukkantak rá a vén bükkfa mögött. Behavazott málna bokrok takarták el a szem elől. Szűkszájú kis barlang volt. Három katona bement kelletlenül, lövésre kész puskákkal, de hamar visszatértek. Alig 20 lépéssel bente vízcsorog, jelentették, és olyan szűk a lyuk, hogy gyerek se fér beléje. Tovább haladtak lefelé. A bozótos, sziklás, meredek hegyoldalban nehéz volt a haladás. A katonák megcsúsztak, elestek, kárangottak. Aztán egyszerre csak az egyik ott elől megállt, és felemelte a kezét. Füst! Füst itt alattam. Mások is érezték már a füst szagát. Jóféle füst volt, pirított szalonna illatát hozta odalentről. Megkordultak tőle a gyomrok. A kapitány megállást parancsolt, összegyűjtötte tisztjeit, és megtanakodta velük a helyzetet. Kétségtelennek látszott, hogy az összeesküvőt ott táboroztak valahol alattuk. Biztonságban érezhették magukat a havazás miatt, amely eltakart minden áruló nyomot. Dekerítjük a bitangokat, adta ki parancsait folyton hangon a kapitány. Egy szakasz megkerüli a füstöt jobb kéz felől, a másik bal kéz felől, egy harmadik pedig alájuk kerül, hogy meg ne szökhessenek. Pompásan ment minden, akár csak hadgyakorlaton. Könnyű volt bekeríteni a füstöt, ahogy az egyenes oszlopban szürkés-kéken emelkedett fölfelé a katlan aljából. Hamarosan bezárult a kör. A kapitány pisztollyal a kezében intett embereinek, és elindult lefelé. Néhány lépés után azonban egyszerre csak kicsúszott lába alól egy meglazult kő, ő a fenekére esett, mint gyermek a jégen, és csúszott lefelé a meredek fagyott sziklán egyre sebesebben, míg végül is nagy puffanással megérkezett odalent egy behavazott málna bokorba. Nem is ütötte meg magát. Néhány lépéssel odébb egy barlang tágas szájában öreg ember kuporodott kicsike tűz mellett, és fejcsóválva vigyorgott a kapitányra. Rövid utat választott el, tisztúr az igaz, bár az ösvény kényelmesebb lett volna. A kapitány lábra kecmergett a málna bokorban, és rászegezte pisztolyát az öregre. Stoj! Kiáltott rá dörgő hangon. Hiszen nem megyek én sehova, felelte az öreg egykedvűen, és a nyársan piruló szalonna zsírját gondosan csöpögtette a másik kezében lévő roskenyérre. Görbet hátú szakállas vénember volt birkabőr mellényben, birkabőr kocsmával a fején. Mögötte tarisznya, hosszú bot, kötéllel összekötött bunda. Kender kötéllel. A kapitány rámerett a kötélre, de akkor már zúdultak is alá a katonák mindenfelől. Ha magadban lennél, megkínálnálak egy falással, mondta az öreg, de ennyire nem futja. Hol vannak a többiek? Ordított rá a kapitány.
Miféle többiek? Ne tedd magad vén tekergő. Vége a bujócskának. Zsákba kerültetek végre, disznók, és a véretekkel festjük pirosra itt a havat, ha nem adjátok meg magatokat rögtön. Gyertek elő onnan bentről, ne várjátok, hogy egyenként rángassunk ki onnan. Ordított be a kapitány a barlangba. De semmi sem moccant oda bent, hang se felelt. A katonák meggyűltek a nagy barlang szájában. Az öreg ember csak ült odakint a kicsi tűz előtt, és ette békésen a zsíros kenyeret meg a sült szalonnát. Füstöljétek ki az ördögöket oda bentről, parancsolta a kapitány a katonáknak. Vegyétek elő a kézigránátot, és egyszerre dobjátok. Kész? Egy, kettő, három. 6 kézigránát röpült be a barlang sötét mélyébe. A katonák hasra vágottak, ahogy tanították őket. A kapitány beugrott egy közeli szikla mögé. Nagyot dördült a barlang odabent. Megremegett a levegő. Hullott a hó a fákról. Mozdult a szikla, és fölöttük is repett, és azonnal omlani kezdett. Fussatok! Ordította a kapitány, és ő maga is belevetette magát a bozótba. Sötét szürke, súlyos sziklakövek zudultak alá föntről, és recsegve ropogva gördültek alá a meredeken. Itt-ott fát törtek ketté, itt-ott elütöttek egy-egy menekülő katonát. Kettőt közülük betemetett és halálra zúzott a sziklaomlás, és 6 úgy kotortak elő a hóból meg a kövek alól törött lábbal, törött bordákkal. Mikor végre elcsöndesedett minden, és a kapitánynak sikerült rendet teremtenie a megrémült katonák között, a beomlott barlang előtt még mindig ott füstölt a kicsike tűz, de az öreg embert mintha csak elnyelte volna a föld, szalonnástól, kenyerestől, tarisznyástól, mindenestől. Míg a botja se volt sehol, meg a kenderkötéllel összekötözött bundája. Hiába keresték, a hóban se lelték meg a nyomát sehol. Csak a kicsi tűz füstje és az égett szalonnazsír jó szaga maradt meg belőle jó ideig az éhes katonák bosszantására. Kétségtelenen látszott, hogy a vénember is oda vezett a többivel, akik a barlangban voltak. Legalábbis ez volt a kapitány jelentésében. Tél múltával, amikor újra járhatóvá vált a havas, felküldött a román kormány egy szakasz katonát 10 napi élelemmel, sátrakkal, mindennel, hogy takarítsák el a kőhalmazt a barlang szájából, és hozzanak le mindent, amit odabent találnak, a holtak koponyáival együtt, hogy meg lehessen számolni, hányan voltak. Egy teljes hetet töltöttek a katonák oda fönt, és üres kézzel tértek vissza mégis. Tisztjük jelentette, hogy eltakarították a köveket mind, megkutatták a barlangot is alaposan, egészen a föld alatti vízmosásig, de nemhogy holttesteket vagy fegyvereket találtak volna, de nem leltek sehol még egy ruhafoszlányt sem, darabka papírt, eldobott gyufát, semmit, amiből arra lehetett volna következtetni, hogy emberek tanyáztak ott. Mindössze egy görbet hátú öreg szén égetőre bukkantak valami jó kilométernyire onnan, a bükkfaszálas alatti gödörben, aki égető kemencének való helyet keresett odalent a források alatt. De se tudott semmiről semmit. Amikor a kapitány parancsára néhány katona megpróbálta emlékezetből elmondani, hogy miképpen is nézett ki az öreg szénégető ember, a kapitány homloka megráncosodott, és végül is ráparancsolt egyik őrmesterére, hogy vegyen maga mellé 6 katonát azok közül, akik odafönt jártak, és hozza le az öreget egy kis vallatásra.
De hiába járták meg a katonák a bükkerdő minden zugát, nem leltek az öregre sehol. 15. fejezet. A következő esztendőkben a csendőrök többször is felportyáztak a barlangos sziklakatlan környékére, de nem találtak ott soha senkit, egészen 1956 őszig. Akkor aztán egyszerre csak végigszaladt a hír a román rendfenntartó közegek irodáin, hogy egy csendőrjárőr nem tért vissza a hegyekből. Amikor 3 nap elteltével egy másik járőr ment föl, hogy megnézze, mi történt odafönt, oda vezet az is. A román hatóságok fejesei megtanakodták az esetet. Aggasztó időket éltek amúgy is. Magyarországon föllázott a nép kommunista parancsolói ellen. Lámpavasakra és útszéli fákra akasztotta kínzóit, és azon volt, hogy kiverje az oroszokat is az országból. A magyar honvédséggel együtt több orosz katonai alakulat is átállt a felkelőkhöz, és azt beszélték, hogy hamarosan a lengyelek is, meg az ukránok is követik a magyarok példáját, és amerikai segítséggel összeomlik az egész marxista nagyhatalom, akárcsak egy hóból épült erőd, amire rásüt a szabadság napja. A román hadsereg mozgósított, hogyha kell, segítségére siethessen az oroszoknak. A gyanús személyeket, a magyar papokat, tanítókat, szellemi vezetőket, hajdani birtokos gazdákat őrizetbe vették, és többet halálra is vertek közülük, mert nem voltak hajlandók aláírni a vallomást, amely szerint összeesküvést terveztek a román állam ellen. Ez volt Erdély szerte a helyzet, és amikor híre jött a 2 csendőrjárőr eltűnésének, biztosak voltak a románok abban, hogy ez volt a magyar fölkelés első jelensége. Nyomban felküldtek 2 géppuskán gyalogszázadot a hegyre, hogy csinálja rendet odafönt, és tapossa el a lázadás tüzét. A 2 gyalogszázad külön-külön utakon indult föl, mindegyikük egy-egy patakmedrét követve, hogy ilyen módon közrefoghassák a lázadókat. Kora hajnalban indultak föl valami 3-4 kilométernyi távolságra egymástól. Ködülte a patakok völgyét, sűrű, nehéz köd. Az október végi levegő hűvös volt, fagyra emlékeztetett. Ahogy telt az idő, 7 rádiójelentés futott be a parancsnoksághoz a 2 századtól. Az egyiküktől 4, a másiktól 3. Mindegyik jelentés arról adott hírt, hogy baj nélkül és a kitűzött időkereten belül értek el bizonyos térképen megjelölt pontokat. Az utolsó rádiójelentés délelőtt 10 óra 38 perckor futott be. A helyzet pontos megadása után a rádiós haltiszt még megjegyezte, hogy észak felől sűrű fellegeket lát közeledni, amelyek már is eltakarják a szemközt lévő hegycsúcsokat. A parancsnokságon kicsi elcsodálkoztak ezen, mert odalent a Maros völgyében ragyogó napsütés volt. Felhőnek színe se látszott sehol, és a hivatalos időjárás jelentés is tiszta időt mondott be, éjszakai faggyal a magasabb fekvésű helyeken. De hamarosan el is feledték a jelentésnek ezt a jelentéktelen részét. Fontos csak az volt, hogy mindkét század a kitűzött időkereten belül haladt célja felé, és számítani lehetett arra, hogy a bekerítő mozdulatok elvégzése után még a kora délutáni órákban elindíthatják megsemmisítő támadásukat a román állam ellenségei ellen. Délmúltával a hadosztályparancsnak is lejött tisztjeivel a rádiószobába, várva a hadművelet elindításának hírét. Álltak ott és vártak.
Egy idő múlva székeket hoztak be az altisztek, hogy a magasrangú urak leülhessenek. A szűk kis rádiószoba megtelt dohányfüsttel és a várakozás türelmetlen feszültségével. A rádió azonban hallgatott makacsul. Egy órakor odaszólt a hadosztályparancsnok a rádiós altiszthez. Vedd fel a kapcsolatot valamelyikkel, Mircescu századával. Mircescu a tábornak veje volt. Az altiszt zavartan fordult hátra. Tábornok úr, szigorú parancsom van, hogy ne keressek kapcsolatot a hadművelettel, mert ha kedvezőtlen időpontban hívom valamelyiket, elárulom a helyzetüket az ellenségnek. Hülye, mordult rá gorombán a tábornok, én adtam azt a parancsot. Most az a parancsom, hogy vedd föl Mircescuval a kapcsolatot. A rádiós altiszt elvörösödött ábrázattal hajolt gépei felé. Hallani lehetett a kapcsoló kattanását, majd az altiszt folytott hangját. Kanmedve, itt a főbarlang, jelentkezz Kanmedve. Csend volt a dohányfüsttel töltött szobában. Mindenki figyelt, de a rádióból nem jött válasz. Itt főbarlang, főbarlang, Kanmedve, jelentkezz Kanmedve. De a rádió hallgatott. Próbáld Burcsánot, mordolt a tábornok, ezek még alig, hanem a bekerítő mozdulatnál tartanak, és lezárták a rádiójukat. Az altiszt ujjai matadtak a gépen. Vatkan, itt a főbarlang, jelentkezz Vatkan, itt a főbarlang, jelentkezz Vatkan, ismételte. Továbbra is csönd. A tábornok káromkodott. Átok üssön a rádiósok belébe. Elaludtak, vagy mi van? Katonáknak merik nevezni magukat? Parancsot adott, hogy minden negyed órában hívják a kint lévő századokat, és azzal eldübörgött nagymérgesen. Ahogy kapcsolatot teremtesz azokkal a lusta disznókkal, küldj jelentést hozzám, ordította hátra, mielőtt becsapta volna a háta megett az ajtót. Teltek a negyed órák egyik a másik után. Hiába könyörgött, hiába szitkozódott a főbarlang rádiósa, Kanmedve, Kanmedve, a Vatkan hallgatott, mint a sír. A nap kezdett aláhajolni Görgény felé, és a ragyogó kék őszi égbolton vadludak vonultak dél felé. Bús hangjuk megtöltötte a völgyet. 5:40-kor lenyugodott a nap, és a rádió még mindig hallgatott. A tábornok repülő földerítést kért a testparancsnokságtól. Azt a választ kapta, hogy várnia kell reggelig. Káromkodva csapta le a telefonkagylót. Aki szót mer szólni a feleségemnek vagy a lányomnak, karóba húzatom, mondta tisztjeinek. Nem szabad megijeszteni az asszonyokat. Minden józanul gondolkodó tiszt tudta, hogy nem voltok aggodalomra. Elvégre ott volt valahol a 200 néhány kilométernyire a hegyek közt, Románia közepén, békeidőben. Mi történhetett? Alig, hanem egy mászás közben sziklának ütöttek a rádiók, vagy valami ilyesmi történt. Ügyetlen emberek hibája, megesik az ilyen. De azért az aggodalom valahogy mégiscsak ott volt a levegőben, érezni lehetett. Magyarországon félelmetes nagy dolgok történtek. Az oroszokat kiverték az országból. Isten tudhatja csak, mi lesz még ebből. A rádiósok egész éjszaka próbáltak kapcsolatot teremteni a 200-addal, de hiába. Másnap reggel 8-kor a hadtestparancsnokság értesítette a hadosztályt, hogy 2 földerítőgép útban volt a hegyek felé. Hamarosan sikerült is rádiókapcsolatot teremteni a gépekkel.
A repülőtisztek kedvező időjárást, tiszta égboltot jelentettek, szakadozott kötfoltokkal a patakok medrében. Kedvezőbb időt földerítésre elképzelni se lehetett volna. A gépek 600 méteres magasságban követték a térképükön jelzett hegyvonulatot. Átrepültök fölötte, de nem észleltek semmit. Megfordultak, és lejjebb ereszkedve köröztek egy ideig a hadművelet helyszínét jelző piros körön belül. Az egyik gép néhány tova iramodó szarvas jelentett egy tágas írtáson, a másik vaddisznókat látott egy füves gödörben. Katonáknak, embereknek színét se látták sehol. Amikor fogyni kezdett a tartályukban a benzin, visszatértek repülőterükre eredménytelenül. A hadosztályparancsnokságon szájtátva bámulták egymást a tisztek. A tábornok se káromkodott többé, sötét volt és gondterelt. Mi történhetett? 301 néhány ember nem tűnhet el csak úgy egyszerűen. A titkot már nem lehetett tovább őrizni. A délutáni lapok nagybetűkkel hozták a hírt, hogy a föllázadt magyarok ellen küldött két géppuskás század titokzatos módon eltűnt a hegyekben. A román hadsereg parancsnokság az egész országra kiterjedő hadkészültséget rendelt el. Délután 4:25 megzördült a hadosztály parancsnokságon az ügyeletes tiszt telefonja. Fáradt hang azt mondta, a főbarlang, itt kalmedve. Az ügyeletes tiszt felugrott székéről és beleordított a kagylóba. Kalmedve, Mircescu, hol vagytok, mi történt veletek? Nem tudom. Jött tompán a felelet. Mi az, hogy nem tudod? Nem tudom, mondom, ködbe kerültünk. Olyan ködbe, hogy kinyújtott kezemet se láttam, eltévedtünk benne. Ennyi az egész. Hol vagytok most? Valami kis faluban egy csendőr őrsön. Kopács a hely neve. Eddig hírét se hallottam, nincs is a térképünkön. A hang mogorva volt, várom a további parancsot. Fél percet telt bele, és káromkodva kiabált a tábornok a kagylóba. Mircescu, hol a... Vagy mi a bánat történt veletek? Katonák vagytok, vagy apáca növendékek, hogy az a... időbe került, míg a sok káromkodás és dadogó mentegetőzés közepet kiderült, úgy, ahogy a hihetetlen valóság. A két század minden baj nélkül ért földet, párhuzamosan fölfelé haladó patakföld sziklás szakaszáig, és a térkép szerint mindössze valami 2 kilométerre lehettek azoktól a megjelölt pontoktól, ahol Bursiano százada jobb felé, Mircescu százada pedig bal felé kellett volna, hogy fölérjen egy-egy kis mellékpatakocska vize mentén, hogy aztán a hegyoldal derekán itt is ott is harcvonalba fejlődve két oldalról indítsanak támadást, a gerinc alatti sziklokatlan ellen, ahol állítólag a magyar összeesküvők tanyáztak. Mircescu rádiósa jelentkezett be utoljára 10:38. Ő volt az, aki jelentette, hogy északi irányból fellegeket lát közeledni. 5 percre rá már zuhogott is az eső, és olyan sötét lett minden, hogy látni is alig lehetett. Mircescu megállást parancsolt, és katonái behúzódtak a hegyoldal fenyői alá. Körülbelül ugyanabban az időben ugyanazt tette Bursiano is a maga embereivel a gerincen túl. 1/2 órával később a zápor elállt, de olyan sűrűköd maradt utána, hogy a fák tetejét se lehetett látni. Mircescu megpróbált rádió összekötetést létesíteni Bursiano századával,
De kiderült, hogy a rádió nem működött alig, hanem megtelt esővízzel. Ugyanabban az időben Bursánu is megpróbálkozott a rádióval, de az övé sem működött. A rádiós megcsúszott egy vizes sziklán, és elesett is. A rádió összetört. Gunnyasztottak a katonák a csöpögő fák alatt, és várták, hogy ritkuljon a köd. Mircsezko és Bursánu is attól féltek, hogy a sűrű ködben nem lelik meg a térképen jelzett pontot, ahol föl kellett, hogy térjenek a patakvölgyekből a hegyoldalba. Tehát vártak itt is, ott is. A köd azonban nem akart oszlani. Ellenkezőleg egyre sűrűsödött. Már nem csak a fák tetejét nem látták meg benne, de a fölibük hajló ágakat is alig. Sűrű volt a köd, mint az alvadt tej. Többször megpróbálták életre kelteni a rádiókat, de hiába. 5 órakor már olyan sötét volt, hogy egymást is alig látták a gunnyasztó emberek. Akkor már tudták itt is, ott is, hogy a hadműveletnek befellegzett azon a napon. Reggelig már semmit se lehetett tenni. Mircsezko emlékezett, hogy látott a térképen egy tisztást, néhány vadászkonyhóval valamivel fentebb, és zseblámpa fénye mellett meggyőződött arról, hogy emlékezete nem csalt. Talán 2 kilométerre onnan, ahol elakadtak, a keletre lévő gerinc horpadásában valóban volt egy tisztás a térképen, birkakarámmal és néhány épülettel. Kanyargós ösvény is vezetett oda, csak meg kellett találni a sötétben. Mircsezko tehát előrendelt egyik szakaszvezetőjét, aki egy járó ember hírében állt, megmutatta neki a térképet, és parancsot adott, hogy keresse meg az odavezető ösvényt. A szakaszvezető jól megnézte a térképet, beleszimatolt a ködbe, a patak felé fordult, hogy irányt vegyen a víz zúgásából, aztán katonásan kimondta: Domnú kapitán, csak kövess engem is, ne félj semmit. Megtalálom én azt a tisztást bekötött szemmel is, hiszen tán a fogarasi hegyekben nőttem föl. Mielőtt 3-at cincog a vőregér, ott száradunk valamennyien tető alatt és tűz mellett. Neki is indult a fogarasi hegyeknek, nyomában a kapitánnyal, és a kapitány mögött a századdal. Ment fölfelé, egyenest, mint a kopó az orra után. Fenyősűrűségen málnabozóton törtettek keresztül, sziklákon botorkáltak, és hogy cincogott-e 3-at a bőregér vagy nem, azt nem lehetett tudni. Azonban a hegymászásnak nem szakadt vége. Olyan sötét volt, hogy látni se lehetett. Ágak csapódtak az arcukba, szedert tüskék karmolták a kezeket, kövekbe botladoztak, és a sűrű erdőlepte hegyoldal még mindig ott volt előttük. Úgy 2 óra múlva megállt Mircsezko kapitány, izzadtan, vizesen, fáradtan, és nagyot káromkodott. Hé, te szakaszvezető, hogy a varjak tisztítanák a csontodat. Tudod, te mit csinálsz? Hová viszel bennünket? Hát már hogy ne tudnám, domnule kapitán. Jött onnan erőről a felelet. Még csak 1 lépés vagy 2, és kint leszünk a sűrűből. Mircsezko sóhajtott egy nagyot, és mentek tovább. 1 lépés vagy 2. Felemésztett újra 1 jó órát, és egyszer csak valóban megnyílt előttük a sűrűség, a gerincre értek. A gerinc élén ösvény vezetett. Jobbra vagy balra? Kérdezte Mircsezko. A szakaszvezető újra beleszimatolt a sötétségbe, hallgatózott is egy keveset, aztán kimondta az ítéletet. Hallja-e, domnú kapitán, a patak zúgását odalent? Alig lehet hallani, mert messze odalent van. Ez azt jelenti, hogy fölfelé kell kövessük az ösvényt erre balra.
Amikor már nem halljuk többé a patakot, fent leszünk a Polyánon. Fogarasban is így van. A Polyánokról nem lehet patakot hallani. Újra gyalogoltak egy jó hosszú órát. Hátul erősen káromkodtak az emberek. De végül mégiscsak laposodni kezdett a gerinc. Bükkök kinyíltak elől, és ott volt a tisztás, nagy, tágas tisztás, de nem volt azon se karám, se vadászkonyó, se semmi. A kapitány elővette a villanylámpáját, nyúlt a térképtáska után, de az nem csüggött többé az oldalán. Alig, ha nem leszakított egy ág a kapaszkodás közben. Már káromkodása se volt ereje, csak annyit mondott a szakaszvezetőnek. Ez nem a jó tisztás, te barom. De tisztás, felelte a szakaszvezető, nem lehet hallani a patakot, igaz? Itt is úgy van, mint fogarasban. Maradtál volna ott az anyád keservében, morgott a kapitány. Aztán elrendelte, hogy táborozzanak le az emberek szakaszonként. Gyújtsanak tüzet, és ha tudnak, egyenek, ha van mit, és feszítsék ki a sátorlapokat. Aztán elordította magát, jó áne? És az odaszaladó legének elrendelte, hogy verjen sátrat számára ott helyben, a szélső bükkfa alatt, készítse elő a hálózsákot, és adj oda neki a boroskulacsot, egy darab szalámit, meg egy szelet kenyeret. 10 perc múlva már elnyúlt a sátorban, és horkolt, mintha fizettek volna érte. Gyönyörű szép reggelre virrattak, dél sercegett a legelő tisztás füvén. Mire faltak valamit, és felpakolódzott a század, a nap már a fák tetejét aranyozta, és az égbolt szürkés-kék volt fölöttük, és tiszta, mint a sikált padló. Vissza a patakhoz rendelkezett a kapitány, a legrövidebb úton. Összeköttetést kell teremtenünk Bursánó századával, és meg kell semmisíteni az ellenséget. Katonásan ment minden. Harcra készen indult a század kapitánya mögött lefelé a tisztáson. Hamarosan hallani lehetett a patakot is, ott volt alattuk. Lefelé kell mennünk a víz mentén, hogy odaérjünk, ahol tegnap voltunk, rendelkezett Mircescu. Mentek hát lefelé a patak vize mentén. Mircescu vizsgálta két oldalt az erdőt, a hegyoldalt, ismerős szikla, patakkanyar, kidőlt fa után kutatva, amiről rájöhetne, hogy hol van. De nem lehet ilyesmit, ellenkezőleg. A patak völgye egyre ismeretlenebbé vált. Apró kis tisztások itt is, ott is. Az előző nap nem láttak ilyesmit. Még nem értünk a hadművelet helyére, vigasztalta a hadnagyait Mircescu. Órák teltek, delelőre ért a nap. Nagy utat tettünk meg az éjszaka, csóválták az emberek a fejüket, ki hitte volna. A patak mentén még hosszabb, mint egyenes táta hegyen, okoskodtak a bölcsebbek. De volt valami egyéb is, ami nem tetszett Mircescunak. A patak mentén egyszerre csak út is volt. Keskeny, kátyus út, de út. Az egyik tisztásnál kezdődött, ahol összekötött ágakkal lenehezített csúcsos szénabogják állottak. Végül is megállt és összehívta a hadnagyait. Rossz helyen vagyunk, eltévedtünk valahol, hogy a... Na... Megállt a század. Pihentessék le az embereket 10 percre, mondta a hadnagyoknak. Van valakinek térképe? Senkinek se volt. Egyszerre csak az egyik hadnagy lefelé mutatott a völgyön. Itt jön egy ember, ez megmondja, hol vagyunk. Tűzős voltás ember jött lassú léptekkel fölfelé az úton. Mögötte két tehenecske, szekeret húzott. A szekérben kalapos gyerek.
megvárták, amíg odaértek. Hol vagyunk te? Mordult Mircsesko az emberre. Hó, állította meg a tűzős ember a teheneket, hogy hol vagy, tisztúr? Ezt kérdezte tőlem az a másik tisztúr is, alig egy kődobásnyira ide, ki azzal a sok katonával jött. Kopács a mi falunk neve, jó fél órára odalent a völgyben. Kopács, hát Kopács a neve. Lám, te is sok katonát hoztál, tisztúr. Tehát háború készül, megint. Fél óra múlva valóban meglelték a falut. Kicsi falu volt, apró házakkal, apró udvarokkal. Bursánu katonái megtöltötték színültig. Egykedvűen gunnyasztottak a gyepen, és majszolták a maradék kenyerüket. Bursánut ott lelték meg a csendőrőrsön telefonkagylóval a kezében. Arca veres volt, mint a sült rák. Jó, hogy jössz, Mircsesko, éppen az apósoddal beszélek. És oda nyújtotta a kagylót az érkezőnek. A tábornok 10 percig szitta a vejét. Végül is kifagyott belőle a szó, nagyot sóhajtott. Majd beadod a jelentésedet írásban. Most fordulj a sarkadon, és gyere haza. A feleséged megbolondul. Kopács Moldovában van, te buta. Most lelte meg Talháru őrnagy a térképen. Nem oda küldtelek. Ma már nem indulhatunk sehova, mert hamarosan este lesz, panaszkodott Mircsesko. Az élelemből is kifogytunk. Egyetek bükmakkot, mint a disznók, csattant fel a vonal másik végén a tábornok. Barmok vagytok, csak a szarvatok nem nőtt még meg. Szégyent hoztatok a hadosztályra. Rajtunk neved egész Bukarest. Mircsesko letette a kagylót, csóválta a fejét, tűnődött egy keveset, aztán odarendeltette a csendőrökkel a falubírót, és ráordított, hogy gondoskodjék szállásról és élelemről a szent haza védelmezőinek, akik életüket kockáztatják, hogy a sok rohadt paraszt békében élhessen. Így aztán gyújtottak a falubiacán egy nagy tüzet, és megsütöttek rajta egy tinót a katonáknak, az asszonyok meg hozták a málékenyeret, meg a csípős túrót hozzá. Estére szétosztották a katonákat a házakhoz, szérű pajtákba, csűrökbe, ahova csak lehetett. Másnap reggel a csendőrőrmester kirendelt melléjük egy pakolárlegényt, aki aztán átvezette őket a vízválasztón, vissza Erdélybe, és megmutatta, hogy melyik patak vize mentén haladjanak alá, hogy visszaérjenek oda, ahonnan indultak. Lefelé menet hamarosan oda is értek, ahol 2 nappal azelőtt kellett volna, hogy legyenek. Mircsesko megállt, és odaintette magához Bursánut. Ha csak 1 tucatnyi magyart is lelünk odafönt, és kötél végén tereljük őket alá, az apósom félig se lesz olyan haragos, mintha üres kézzel tértünk volna vissza. Óra se telt el, és bekerítették a barlangok katlanját a Bursánu térképe alapján előírás szerint. Meglelték a barlangokat is, de emberre nem bukkantak sehol. Csak nyomokra, sok ember nyomára. Követték a nyomokat föl a főgerincre, de hamarosan rájuk szakadt az este. Csillagok fényél él. Valamivel éjfél után érkeztek vissza a faluba, ahol a teherkocsikat hagyták. A tábornok gondoskodott arról, hogy az úgynevezett titkos küldetés eredménye katonai titok maradjon, és ne kerüljön a nyilvánosság elé. Így aztán csak úgy subarat szivárgott szét a hír faluról falura, hogy lám 2 romány századot csúnyán megjáratott valaki odafent, és a hajuk szálasa görbült azoknak, akik egybegyűltek volt
a barlangok gödrében. Hogy ki lehetett az, aki ilyesmire képes, azt mindenki tudta, de senki sem mondotta ki.